Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég. Volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők. Soha nem feledem, Hallani vélem a hangodat még, Volt egyszer rég, egyszer rég. A konvoli rejté. Mrs. Pengeli, jelentette szállás azzal diszkréten visszavonult. Sokféle fura ember jön konzultációra poáróhoz, de ez a nő, aki idegesen áldogált az ajtóban, tolboáját babrálva, eddig ez volt a legfurább. Amúgy egész rendkívül ilyen hétköznapi jelenség volt. Sovány, fakó, ötven körüli asszony, zsinóros kabádban és szoknyában, nyakában valami aranyékszer, őszhaján igencsak hozzá nem illő kalap. Vidéki városkákban száz ilyen Mrs. Pengeli mellett is elmegy az ember naponta. Poáró előre sietett és barátságosan üdvözölte, látva mennyire zavarban van. Madám, foglaljon helyet, kérem. Ez itt kollégám Hastings kapitány. A hölgy leült és tétován mormolta. Ön, Monsieur Poirot, a detektív szolgálatára, Madám. Vendégünk azonban megkukult. Sóhajtott, kezét tördelte, arca egyre vörösebb lett. Tehetek önért valamit, Madám? Nos, arra gondoltam, azaz, hogy tudja. kérem, folytassa, Madám, folytassa. Mrs. Pengeli végre összeszedte magát. A következőről van szó, Monsieur Poirot, nem akarom a rendőrséget belekeverni, semmi pénzért nem mennék a rendőrségre, és mégis valami rettenetesen aggaszt. Persze nem tudom, hogy érdemese ezért, e, váratlanul elhallgatott. Nekem semmi közöm a rendőrséghez, az én nyomozásaim teljességgel bizalmas jellegűek. Mrs. Pengeli belekapaszkodott a szóba. Bizalmas, éppen erre van szükségem. Nem akarok plegykát, felfordulást, meg újságcikkeket. Szörnyű, ahogy összeírkálnak mindenfélét, és a család attól fogva már nem is járhat emelt fővel. Pedig hát tulajdonképpen nem is vagyok biztos a dologban, csak felötlött bennem ez a borzalmas gondolat, és képtelen vagyok kiverni a fejemből. Levegőt vett. Holott könnyen meg lehet, hogy csúnya rágalmakkal illetem szegény Edvardot, iszonyú, hogy egy feleség ilyesmit gondoljon, de hát annyi szörnyűséget olvas az ember manapság az újságokban. Engedje meg, a férjéről van szó? Igen. És mivel gyanúsítja? Még kimondani sem merem, Monsieur Poáró, pedig olvas az ember effélékről, és azok a szegény boldogtalanok mit sem sejtenek. Már-már letettem róla, hogy a hölgy valaha is a tárgyra tér, ám Poirot türelme kifogyhatatlan volt. Beszéljen nyugodtan, madám. Gondoljon arra, micsoda megkönnyebbülés lesz, ha gyanúi megalapozatlannak bizonyulnak. Az szent igaz, bármit inkább, mint ezt a gyötrelmes bizonytalanságot. Jaj, messző poáró, rettenetesen félek, hogy engem megmérgeznek. Miből gondolja? Mrs. Pengelinek végre megeredt a nyelve, és olyan részletes előadásba fogott, amely inkább az orvosa fülét illette volna. Fájdalmak és rosszul lét étkezés után? Hmm, mondta tűnődve poáró. Van orvosa, aki megvizsgálja, madám? Neki mi a véleménye? Azt mondja, akut gyomorhurut, monsieur Poirot. De látom, hogy ő sem érti a dolgot, nyugtalankodik, Folyton más-más gyógyszert ír fel, de egyik sem segít. Beszélt neki a félelmeiről? Jaj, dehogy, monsieur Poirot, még a végén híre menne a városban. És tényleg lehet, hogy gyomorhurut, de azért furcsa, hogy ahányszor csak Edward távol van a hétvégén, mindig jobban leszek. Ezt Frida is észrevette, az unokahugom, Mössé Poáró. No, és aztán ott van az az üveggyomírtó, amit a kertész szerint sosem használnak, mégis félig üres. Rimánkodva nézett Poáróra. Barátom bátorítóan rámosolygott, és ceruzáért jegyzett füzetért nyúlt. Legyünk gyakorlatiasak, madám. Tehát ön és a férje lakik, eh, hol is? Polgárvidban, egy konvoli mezővároskában régóta élnek ott? Tizennégy éve. És a háznép ömből és a férjéből áll. Gyermekek? Nincsenek. De van egy unokahúg, ugye azt mondta? Igen, Frida Stanton, férjem egyetlen nővérének gyermeke, nyolc éve lakik nálunk, illetve lakott egy héttel ezelőttig. Miért? Mi történt egy héttel ezelőtt? Egy ideje már nagyon kellemetlen volt a helyzet. Fogalmam sincs, mi ütött Fridába. Olyan durva és szemtelen lett. A temperamentuma valami retteretes. Aztán egy nap kirobbant, faképnél hagyott bennünket, és a városban bérelt lakást. Azóta nem láttam. Majd megbékél a maga kenyerén, Mr. Radnor is azt mondja. Kicsoda, Mr. Radnor? Erre megint kiújult Mrs. Pengeli kezdeti zavara. Ó, csak egy... Eh... Csak egy barátunk, igen kellemes fiatalember. Van valami közte és az unoka huga között? Semmi az égvilágon, jelentette ki határozottan Mrs. Pengeri. Ön és a férje, felteszem, jó anyagi körülmények között élnek. Igen, eléggé tehetősek vagyunk. A pénz az öné vagy a férjé? Ó, mind Edwardé, nekem semmim sincs. Tudja, madám, a gyakorlatiasság szókimondást kíván. Meg kell keresnünk az indítékot. A férje nem mérgezné meg önt, csak úgy, purpás szélő tamp? Tud rá bármi okot, amiért el akarná tenni lábalól? Hát ott van az a sárga hajú nőcske, az asszisztense, mondta Mrs. Pengeli indulatosan. A férjem fogász, Monsieur Poirot, és csak a legcsinosabb lány felel meg neki, ahogy mondta, frufrus, fehérkezes lábasos, hogy az előjegyzéseket intézze, meg a töméseket kikeverje. A fülembe jutott, hogy megy köztük az etye-petje, bár persze a férjem esküdözik, hogy semmi sem történt. Azt az üveg gyomírtót kirendelte, madám. A férjem körülbelül egy éve. Az unokahugának van pénze? Talán évi ötven fontja, nem több, Boldogan visszajön nevezetni Edvárt háztartását, ha én elhagynám őt. Tehát megfordult a fejében, hogy elhagyja? Nem áll szándékomban, hogy egyengessem az útját. Ma már a nők nem olyan elnyomott rabszolgák, mint régen, Monsieur Poirot. Gratulálok független szelleméhez, madám, de legyünk gyakorlatiasak. Most vissza egy polgárvitba? Igen, egy kiránduló vonattal jöttem fel, reggel hatkor indult, és délután hatkor indul vissza. – Bien, pillanatnyilag nincs semmilyen fontos dolgom, az ön kis ügyének szentelhetem magam. Holnap polgárvitban leszek. Mondjuk majd azt, hogy Hastings barátom az ön távoli rokona, esetleg egy másod unoka testvérfia. Én pedig az ő hóbortos külországi barátja vagyok. Addig is csak olyan ételt tegyék, amit saját kezűleg készít, vagy legalábbis a szemeláttára készítették. Van egy cselédje, akiben megbízhat? Jesse igen deréktelemte, és ebben biztos vagyok. Akkor viszont látásra holnap, madám, és fel a fejjel. Poirot kikísérte a hölgyet, és gonterhelten tért vissza a székéhez. Annyira azért nem merült el gondolataiban, hogy észre ne vegyen két apró tolfoszlányt, amelyeket a hölgy ideges ujjait tépdestek ki a boájából. Felszedte, és a szemétkosárba dobta őket. Mi a véleménye az esetről, Hastings? Ronda ügy? Igen. Ha a hölgy gyanúja helytálló. De az-e? Jaj, annak a félnek manapság, aki egy üveggyomírtót rendel. Ha a felesége gyomorbántalmakban szenved, és hajlamos a hisztériára, már is megvan a baj. Gondolja, hogy ennyi az egész? Á, ah, voilà, nem tudom, Hastings, de az eset érdekel, fölöttébb érdekel. Tudni élik, semmilyen új vonása nincs. Innen a hisztéria elméletem, ugyanakkor Mrs. Pengeli nem kelti hisztérikus nő benyomását. És mégis, ha nem tévedek, igen szívbe emberi drámával állunk szemben. Mondja csak Hastings, maga szerint milyen érzelmekkel viseltetik Mrs. Pengeli a férje iránt. A hűség küzd benne a félelemmel, válaszoltam. Igen, általában egy nő bárkit hajlamos megvádolni, kivéve a férjét. A férjében rendületlenül hisz. A másik nő komplikálja a helyzetet. Igen, a féltékenység ösztönzésére a szerelem könnyen gyűlöletbe vált át. Csak hogy a gyűlölet a rendőrségre küldené őt, nem én hozzám. Lármát csapna, botrányt. Nem, nem, használjuk csak a kis szürkes hajtjeinket. Miért jött el hozzám? Hogy bebizonyítsam a gyanúi alaptalanok? Vagy éppenséggel megalapozottak? Á, van itt valami, amit nem értek. Egy ismeretlen tényező. Vajon kiváló színésznő, ami Mrs. Pengeling? Nem, őszinte volt. Esküdnék rá, hogy őszinte volt. Éppen ezért érdekel az eset. Keresse ki a polgárvidba induló vonatokat, legyen kedves! A legjobb vonat az 1.50-es volt torról, amely nem sokkal hét után ért polgárvidba. Utunk eseménytelen volt. Fel kellett ráznom magam kellemes szendergésemből, hogy a sivár kis állomáson kiszállhassunk. Podgyászunkat a hercegség hotelba vittük, és a könnyű vacsora után Poáró javasolta, keressük fel már is úgynevezett unoka testvéremet pengeli háza beljebb állt az úttól, elől ódivatú kis kerttel. Édes viola és rezeda illat szállongott az esti levegőben. Szinte lehetetlennek tűnt, hogy ehhez az ódom varázshoz erőszakos gondolatok társuljanak. Poáró csengetett és kopogott. Mivel nem jött válasz, újból csengetett. Kis idő múlva feldultnak látszó szolgáló nyitott ajtót. Mrs. Pengelihez jöttünk látogatóba, magyarázta Poáró. Bemehetünk? A lány csak bámult. Majd szokatlan közvetlenséggel így szólt. Hát maguk még nem hallották? Meghalt. Ma este. Alig egy fél órája. Döbbentem meredtünk rá. Miben halt meg? kérdeztem végül. Egyesek biztosan tudják. Gyorsan hátra pillantott a válla fölött. Ha nem kellene valakinek itt maradnia a nagysága mellett, én már pakolnám is be a kofferomat. De nem hagyhatom itt holtában, hogy senki se vigyázzon rá. Nem illik beszélnem róla, és nem is beszélek, de úgy is tudja mindenki. Tele van vele a város. És ha Mr. Radnor nem ír a belügyminiszternek, akkor valaki más majd fog. A doktor meg mondjon, amit csak akar. Talán nem a saját két szememmel láttam, amint az úr este levette a gyomirtót a polcról, és nem rezzent össze, amikor hátrafordult és észrevette, hogy nézem? A nagysága zapkásája meg ott volt mellette az asztalon, felszolgálásra készen. Nekem bizony egy kanál étel le nem megy a torkomon, amíg ebben a házban leszek. Nem, ha belehalok se. Hol lakik az úrnője orvosa? – Dr. Adams, mindjárt a sarkon túl, a fő utcán, második ház. Poirot megfordult. Nagyon sápat volt az arca. – Ahhoz képest, hogy nem illik beszélnie róla, ez a lány jó sokat beszélt – mondtam szárazon. Poirot a tenyerébe csapott az öklével. Tökkel ütött. bűnös módon tökkelütött voltam Hastings. Hetvenkedtem a kis szürke sejtjeimmel, és elvesztettem egy emberi életet, az életet, amelyet megmenteni jöttem. Álmodni sem mertem volna, hogy ilyen hamar történik valami. Isten, bocsásson meg nekem, egyáltalán nem hittem, hogy bármi is történni fog. Olyan mesterkértnek rém lett az előadása. Ah, meg is érkeztünk a doktorhoz. Lássuk, mit tud mondani nekünk. Dr. Adams az a fajta közvetlen, cserzett képű vidéki orvos volt, amilyeneket a regényekben szokás ábrázolni. Eléggé udvariasan fogadott bennünket, ám az első utalásra, hogy mi járatban vagyunk, vörös arca egészen szederjes lett. Isten verte ostobaság! Isten verte ostobaság az utolsó szóig! Hisz nem én kezeltem-e! Gyomorhurut! Az volt, semmi más! Ez a város a plegykálkodás melegágya az a sok rémhír terjesztő vénasszony összedugja a fejét, és a jó ég tudja, mit ki nem sütnek. Bújják ezeket a szennylapokat, és addig nem nyugszanak, míg az ő városkájukban is meg nem mérgeznek valakit. Meglátnak egy üveg gyomírtót egy polcon, és hopp, már nyargal is a képzeletük. Én jól ismerem Edvárt Pengelit. A nagyanyja kutyáját se tudná megmérgezni. És ugyan miért mérgezte volna meg a feleségét? Ezt árulják el nekem. Van valami, monsieur le doktor, amiről ön talán nem tud. És Poirot nagyon röviden vázolta a Mrs. Pengeli látogatásának körülményeit. Dr. Adams egészen elképett. Szeme szinte kiugrott üregéből. A kucsafáját! kiáltotta. Az a szerencsétlen asszony teljesen megbolondult. És nekem miért nem szólt? Az lett volna a helyes eljárás. Hogy kinevesse a félelmeit? Ugyan, ugyan. Állíthatom, én elfogulatlan ember vagyok. Poirot mosolyogva nézett rá. Az orvost láthatóan feldulta a dolog, noha semmi pénzért be nem ismerte volna. Amint a házát elhagytuk, Poáró nevetésben tört ki. <laughs> – Makacs, mint egy összfér! Ha ő egyszer megmondta, hogy gyomorhurut, akkor gyomorhurut! De azért ideges lett. – Mi a következő lépésünk? – Vissza a fogadóba? és egy borzalmas éjszaka a maguk vidéki angol ágyain, Monami. Szörnyű dolog egy pocsék angol ágy. És holnap? Rienafer, visszatérünk Londonba, és várjuk a fejleményeket. Csak ennyi, mondtam csalódottan. És a semmi sem történik? Történni fog, higgyen nekem. Ez az öreg doktor annyi halotti bizonyítványt állíthat ki, amennyit csak akar. Pletykálkodók százainak nem tömi be bele a száját, márpedig plegykálni fognak, elhiheti. Vonatunk másnap délelőtt 11-kor indult. Mielőtt kimentünk volna az állomásra, poáró közölte, hogy szeretné felkeresni Miss Frida Stantont, a halott nő unokahugát. Könnyen megtaláltuk a házat, ahol lakást bérelt. Egy magas, barna bőrű fiatalember volt nála, akit kisé zavartan Mr. Jacob Rednerként mutatott be. Miss Frida Stanton rendkívül bájos leány volt, a régi konvolli fajtából. Fekete haj és szem, rózsás arc. Sötét szemének villanása olyan temperamentumról árulkodott, amelyet nem bölcs dolog felpiszkálni. Szegény néném, mondta, amikor Poirot bemutatkozott és előadta a jövetele célját. Olyan szomorú ez az egész, egyfolytában azt kívánom, bár csak kedvesebb és türelmesebb lettem volna vele. Így is sokat tűrtél, Frida, mondta Rednőr. Persze, Jacob, de nagyon heves a természetem, tudom, hiszen az az egész ügy csak egy butaság volt a néni részéről. Elüthettem volna egy nevetéssel. Az pedig természetesen ostobaság, hogy azt képzelte, a nagybátyám mérgezi. Tény, hogy mindig rosszul lett, ha ő adott neki enni, de ez szerintem csak a képzelődéstől volt. Föltette magában, hogy már pedig ő rosszul lesz, aztán rosszul is lett. Mi volt a nézeteltérésük oka, mademoiselle? Miss Stanton elbizonytalanodott és Rednőrre nézett. A fiatalember ember elértette a célzást. Mennem kell, Frida. Este találkozunk. Viszontlátásra, uraim. Az állomásra tartanak, ugyebár? Poirot igellően felelt, és Rednőr távozott. Eljegyezték egymást, nem de? kérdezte Poirot furfangos mosolyjal. Frida Stanton pirulva vallotta be, hogy ez a helyzet. És emiatt támadt a Ramazuri a nénémmel, tette hozzá. Nem helyeselte a választását? Nem, nem erről van szó. Csak tudják... A lány elhallgatott. Igen, ösztökélte poháró szeríden. Olyan alávaló dolog ezt mondanom, most, hogy meghalt, de sohasem értenék meg, ha nem mesélném el. A nagynéném teljesen belehabarodott Jacobba. Valóban? Igen, hát nem képtelenség? Ő már ötven is elmúlt, Jacob meg még harminc sincs. De hát ez a helyzet. Egészen elvesztette a fejét. A végén muszáj volt elárulnom neki, hogy Jacob én utánam jár. Na, és akkor kitört a gyalázat. Egy szavamat se hitte, és olyan durván és sértően viselkedett, hogy egészen kihozott a sodromból. Megbeszéltük a dolgot Jacobbal, és arra jutottunk, legjobb lesz, ha elköltözöm egy időre, még meg nem nyugszik. Szegény néni, borzalmas állapotban lehetett? Igen, úgy tűnik. Köszönöm a felvilágosítást, mademoiselle. Némi meglepetésemre Rednőr várt ránk az utcán. Nagyjából sejtem, miről számolt be maguknak Frida, jegyezte meg. Igen, szerencsétlen dolog, és számomra különösen kínos, képzelhetik. Mondanom sem kell, én aztán nem tehettem róla. Először még örültem is neki, mert azt hittem, az öreg asszony egyengetni fogja az utunkat Fridával. Merő képtelenség volt az egész, és roppant kellemetlen. Mikor házasodnak össze Miss Remélem, hamarosan. Nézze, Monsieur Poirot, őszinte leszek magával. Én valamivel többet tudok a dologról, mint Frida. Ő ártatlannak hiszi a nagybátyját. Én ebben nem vagyok olyan biztos, de egy valamit mondhatok. Egy szót sem fogok elárulni abból, amit tudok. Ne játszunk a tűzzel. Nem akarom, hogy a feleségem nagybátyját felakasszák gyilkosságért. Miért közli velem mindezt? Mert hallottam magáról, és tudom, hogy okos ember. Könnyen megeshet, hogy kiszimatolja, mit művelt. De kérdezem én, mi jó származna ebből? Szegény asszonyom már úgy sem segíthetünk, és ő aztán igazán nem akart volna botrányt, a gondolattól is forog a sírjában. Ebben igaza lehet. Tehát azt kívánja, hogy kenjem el? Igen, beismerem az önzés vezérel. Meg kell csinálnom a karrieremet. Már is egészen jól boldogulok, mint úri szabó és divatáru kereskedő. Többnyire minnyáján önzők vagyunk, Mr. Rednőr, csak nem ismerjük be ilyen készségesen. Megteszem, amit kíván, de őszintén megmondom, nem fog sikerülni elkennie a dolgot. Miért? Poáró felemelte az ujját. Piacnap volt, és éppen a piac tér mellett haladtunk el, ahonnan hangos zsibongás szűrődött ki. A nép hangja. Hát ezért, Mr. rednőr. Ah, rohannunk kell, lekéssük a volatot. Nagyon érdekes, nem?-Hastings kérdezte Poáró, amint a vonat kihúzott az állomásról. Apró fésűt vett elő a zsebéből, és egy mikroszkopikus méretű tükör segítségével a bajuszát igazgatta, amely loholás közben kisé felborzolódott.-Maga úgy látszik, annak találja feleltem nekem inkább szennyes és kellemetlen ügynek tűnik. Nincs benne semmi rejtély. Egyetértek rejtély egy csepp sincs benne. Gondolom elfogadhatjuk a lány rendkívüli beszámolóját nagy hóbortyáról. Számomra ez volt az egyetlen gyanús pont az egészben. Olyan kellemes, tiszteletre méltó nőnek rém lett. Nincs ebben semmi rendkívüli, sőt, teljesen hétköznapi esett. Ha figyelmesen olvassa az újságokat, láthatja, hogy az ilyenkorú, kellemes, tiszteletre méltó nők igen gyakran faképnél hagyják a férjüket, akivel húsz esztendeje élnek házasságban. Mi több, a gyerekeiket is, hogy egy náluk jóval fiatalabb férfihoz kössék az életüket. Maga nagy csodálója Lifámnak, Hastings, mindnek behódol, aki csinos külsejű, ráadásul olyan jó ízlése van, hogy rámosolyog magára. De pszichológiailag semmit sem tud róluk. Egy asszony élete őszén előbb-utóbb eljön az az őrült pillanat, amikor románcra, kalandra vágyik, még mielőtt késő lenne és ebben az sem akadály, ha az asszony egy tiszteletreméltó vidéki fogásznak a felesége. Tehát azt gondolja, hogy egy okos férfi kihasználhatja ezt a pillanatot. Én nem nevezném Pengelit okosnak, tűnöttem el, hiszen már is róla pletykál az egész város. De valószínűleg igaza van. Az a két ember, aki bármit is tud az ügyről, rednőr meg az orvos el akarja kenni a dolgot. Ezt valahogy sikerült elérnie Pengerinek. Bár csak találkoztunk volna a fickóval. Ennek semmi akadálya. Menjen vissza a következő vonattal, és találjon ki egy fájó zápfogat. Kíváncsi a rápillantottam. Bár csak tudnám maga, mit lát olyan érdekesnek ebben az ügyben. Ezt nagyon jól összefoglalja a maga megjegyzése, Hastings. Miután kikérdeztük a szobalányt, azt mondta, ahhoz képest, hogy nem illik beszélnie róla, ez a lány jó sokat beszélt. Ó, oh, mondtam tanástalanul, azután visszatértem iménti bírálatomhoz. De miért nem próbált meg találkozni Pengelivel? Monami, adok neki három hónapot, azután annyiszor találkozom vele, ahányszor csak akarok a bíróságon. Eleinte azt hittem, Poáró jóslata ez egyszer tévesnek fog bizonyulni. Telt múlt az idő, és semmi hír nem jött konvóli esetünk felől. Közben más dolgok kötöttek le bennünket, és már jóformán el is felejtettem pengeliék tragédiáját, amikor váratlanul felidézte egy rövid újsághír, amelyben azt olvastam, a belügyminiszter elrendelte Mrs. Pengeli holtestének exhumálását. Néhány napon belül már minden lapa konvóli rejtéről cikkezett, Kiderült, hogy a plegyka sosem halt el egészen, és amikor közzétették az özvegy és Miss Marx eljegyzését, megint csattogni kezdtek a nyelvek. Végül kérvényt nyújtottak be a belügyminiszternek. A tetemet kiásták, nagy mennyiségű arzént találtak benne, és Mr. Pengelit felesége meggyilkolásának vágyjával letartóztatták. Poirot és én részt vettünk az előzetes meghallgatáson. A bizonyítási eljárása várható volt. Dr. Adams tanúsította, hogy az arzénmérgezés tüneteit könnyű összetéveszteni a gyomorhurutéval. A belügyminisztériumi szakértő beszámolt vizsgálatának eredményéről. Jessiből, a cselédlányból csak úgy dőlt az információ, aminek nagy részét elvetették, de kétség kívül erősítette a vádat a rab ellen. Frido Stanton tanúsította, hogy nagynénje mindig rosszul lett, amikor a férjától készített ételből evett. Jacob Rednőr előadta, hogy amikor Mrs. Pengeli halálának napján váratlanul beállított, látta, amint Pengeli éppen visszateszi a gyomírtót a tálaló polcára, az asztalon pedig ki volt készítve Mrs. Pengeli zapkásája. Azután Miss Marxot a szőke asszisztensnőt szólították, aki hisztérikus sírásra fakadt, és bevallotta, hogy volt egy kis egyepetje közte és munkaadója között, s hogy a fogász házasságot ígért neki arra az esetre, ha valami történne a feleségével. Pengeri fenntartotta magának a védekezés jogát, és az ügyet tárgyalásra bocsátották. Jacob Rednőr visszakísért bennünket szállásunkra. Látja, Mr. Redner, mondta Poáró, igazam lett. A nép hangja megszólalt, méghozzá igen határozottan. Ezt az ügyet nem lehetett elkenni. Igen, igaza volt, sóhajtott fel Redner. Mit gondol, megúszhatja? Nos, fenntartotta a védekezés jogát. Talán van valami a tarsójában, ahogy maguk angolok mondják. Kerüljön beljebb. Rednőr elfogadta az invitálást. Rendeltem két szódás viszkit és egy csésze csokoládét. Az utóbbi tételt némi megrökönyödés fogadta, és én igencsak kételkedtem benne, megérkezik-e valaha is. Persze, folytatta Poáró, nekem nagy tapasztalatom van etéren. Ezért csak egyetlen szabadulási lehetőséget látok barátunk számára. Nevezetesen, ha maga aláírja ezt a papírost. És egy bűvész mozdulattal teleírt papírlapot rántott elő. Mi ez? Vallomás, miszerint maga gyilkolta meg Mrs. Pengelit. Csend lett, azután Rednőr elnevette magát. Megőrült! Nem, nem, barátom, nem őrültem meg. Maga ide költözött, belefogott egy kis üzleti vállalkozásba, de kevés volt a pénze. Mr. Pengeli pedig igen tehetős ember. Megismerkedett az unoka hugával, és ő hajlandó volt rámosolyogni magára. Csak hogy az a kis járadék, amit Pengeli biztosított volna neki a házasság kötése után, magának nem volt elég. Meg kellett tehát szabadulnia a nagybácsitól és a nagynénitől is. Akkor az összes pénzt a leány örökli, lévén egyetlen rokon. Milyen ügyesen kitervelte! Addig udvarolt annak a csúnyácska középkorú asszonynak, míg a rabszolgájává nem tette. Elültette benne a gyanakvást a férjével szemben. Először arra jött rá, hogy a férje megcsalja, azután a maga útmutatásával arra, hogy meg akarja őt mérgezni. Maga gyakran megfordult a házukban, volt alkalma, hogy beletegye a mérget az asszony ételébe. Arra persze mindig ügyelt, hogy olyankor ne csinálja, ha a férj távol van. Mrs. Pengelly, lévén nő, nem titkolta el gyanúját. Beszélt róla unokahugának, és bizonyára a barátnőinek is. A maga egyetlen problémája csak az volt, hogy külön kapcsolatot tartson fenn a két nővel, de ez sem bizonyult különösebben nehéznek. A nagynéninek megmagyarázta, hogy férje gyanakvását elaltatandó úgy kell tennie, mintha az unoka hugnak udvarolna. Az ifjú hölgyet semmiről sem kellett meggyőznie. Ő sohasem tekintette volna riválisának a nagynényjét. Ám Mrs. Pengeli, anélkül, hogy magának szólt volna, Elhatározta, hogy konzultál velem. Ha egy kizáróan megbizonyosodhatik felőle, hogy férje meg akarja mérgezni, feljogosítva érezheti magát, hogy elhagyja őt, és a magáéhoz kösse az életét, hiszen úgy képzelte, hogy maga ezt kívánja. De ez magának korán sem felelt meg. Maga nem akarta, hogy egy detektív körbe szimatolja. Eljön a kedvező pillanat. Maga éppen a házban van, amikor Mr. Pengeli előkészíti feleségének a zapkását, így hát belecsempészi a halálos dózist. A többi gyerekjáték. Úgy tesz, mintha el szeretné kenni a dolgot, közben éppenséggel szítja a plegykát. Csak hogy nem számolt Erkül Poiróval, intelligens ifjú barátom. Rednőr holt lett, de azért még megpróbált fölényeskedni. Nagyon érdekes, roppant ügyes. De miért mondja el nekem mindezt? Azért, monsieur, mert én nem a törvényt, hanem Mrs. Spengelit képviselem. Az ő kedvéért adok magának esélyt a szökésre. Írja alá ezt a papírt, és kap 24 óra előnyt. 24 órát, mielőtt a rendőrség kezébe teszem a vallomását. Rednőr habozott. Semmit sem tud bizonyítani, nem -e? Én Erkül Poáró vagyok. Nézzen csak ki az ablakon, Mössziő. Két férfi áll az utcán. Parancsuk van, hogy ne veszítsék magát szem elől. Rednőr odament az ablakhoz, félrehúzta a rolót, és káromkodva hátra hőkölt. Látja, Mössziő, írja csak alá. Ez az egyetlen esélye. Mi garantálja, hogy... Hogy tartom a szavam? Én magam, Erkül Poáró. Tehát aláírja? Helyes. Hastings, legyen kedves félig felhúzni a baloldali rolót. Ez a jel, hogy Mr. Rednőr szabadon elmehet. Rednőr falfehéren, átkokat botyogva, kisietett a szobából. Poáró szelíden bólintott. Gyáva, mindig is tudtam. Véleményem szerint maga bűnös módon járt el, Poáró, kiáltotta mérgesen hisz folyton az érzelgősségemet kárhoztatja. És most merő szentimentalizmusból futni hagy egy veszélyes bűnözőt. Ez nem szentimentalizmus, hanem üzlet, felelte Poáró. Hát nem érti, barátom, hogy semmi bizonyítékunk nem volt ellene? Ájaki ki tizenkét flegma konvoli eskütteli, és mondjam, hogy én, Erkül Poáró, tudom az igazat? Kikacagtak volna, az egyetlen lehetőség az volt, hogy ráéjesszek, és kicsikarjam belőle a vallomást. Az a két léhűtő, akikre odakint felfigyeltem, éppen kapóra jött. Eresze csak le azt a rolót, Hastings, semmi célja nem volt a felhúzásának, csupán a mizenszen részét képezte. Nos, szavunknak kell állnunk. 24 órát mondtam, ugyebár? Hát ennyit még várnia kell szegény Mr. Pengelinek, de meg is érdemli mert ne feledje, megcsalta a feleségét. És én nagy híve vagyok a családi életnek, mint tudja. Tehát 24 óra, és azután bízom a Scotland Yardban. El fogják kapni, Monami, el fogják kapni.